És ott a Habsburgok, ugye a császáriak, tehát a labancok, ők a Habsburgok. Tehát Rákócival harcoltak mondjuk a Tenkes kapitányába, de utána ez a harc tovább ment, amikor Kossuthék ellen is harcoltak, Kossuthék is föllázadtak a császári elnyomás ellen, Habsburgok ellen. És a Habsburgok, az osztrákok nem győzték, nem tudták a magyarokat legyőzni. És azt csinálták, hogy föllázították Magyarország területén élő nemzeti kisebbségeket. Szerbeket, románokat, szlovákokat. Ja, nem tápaleset. És akkor innét fogom folytatni, tehát Vajdaság nevének a kialakulásától. Na, majd félreáll az mindjárt. Reméljük. Elvitte a tükrit neki. Nem férnek el egy van. Valami baleset van, de... Menjek megnézni előre? Szerintem nem. Elférünk? Nem látszik, hogy... A Sábaci meg a Szent Alda. Ha elvitte tükrét, azt akkor... Levitettem. Most nem olyan nagy. Hát, de kőrendőr. Biztosítás miatt tudod. Ennek majd a traktoristák örülni fognak itt. Közel mentek egymáshoz. Hát ez az. Nem, hát... Másiknak volt? Mind a kettőnek van tükre. Be van konyulva. Szia! Igen. Magyarország területén élő nemzeti kisebbségeket, hogy lázadjonak föl Magyarország ellen, és akkor majd ők kapnak kiváltságokat a Habsburgoktól, hogyha legyőzik a magyarokat. Azt tudni kell előzetesen, Magyarország területén élő nemzeti kisebbségek, szerbek, románok, szlovákok, ruszinak, mindenkit magyar állam külön támogatott. Egyrészt a szerbeket, törökök ellen való menekülésükkor befogadtuk őket. Másrészt a vallásuknak a templom építésében szintén segítettünk nekik, amit láthattunk is Újvidéken. Úgyhogy elvileg volt egy előzménye, hogy segítettünk, befogadtuk őket, stb. Tehát nem volt miért tartanunk a nemzeti kisebbségektől. Ám ugye a pénz nagy úr, úgyhogy a Habsburgok pénzzel sok mindent el tudtak érni, föllázították ellenünk a nemzeti kisebbségeket, a románok, a szerbek be is kapták a horgot, és hátba támadtak bennünket, míg érdekes mód a szlovákok nem. Tehát a szlovákok ők nem bántottak bennünket, oda is mentek agitátorok, Habsburg agitátorok, hogy föllázítsák a magyarság ellen, de a szlovák az egy csöndes, nyugodt, dolgos, szorgos nép volt abban az időben. És elhajtották az agitátorokat, azt mondták, hagyjatok bennünket békén dolgozni, nekünk semmi bajunk a magyarokkal nincsen. És így nem dőltek be nekik. Na majd Kelebi a fele. Igen, tehát harmadik kiállat. De lehet, csak mennyi, lehet Zombori útig, lehet utána már nem. És így nem tud bemenni a városba, hanem megyünk mindjárt Zombor felé. Erre a leggyorsabb mennek. Voltam arra már. Hát csak a Kelebi, hogy nem tud egész Kelebiáig elmenni. De meg van már nyitva az út. Aztán románok is szintén nagyon csúnya dolgokat csináltak Erdélyben. Magyarsággal szemben, kurucokkal. Bocsánat, Kossuth katonáival, míg szerbek szintén. Ugye 1848-ban a szerbek tartottak egy nagy népgyűlést Karlócán, ahol pálcát törtek a magyarok fele. És láthattuk ugye Újvidék központjában az egyik főszószólót, Svetozár Miletichnek a szobrát, aki átkot szólt ugye ott a katolikus templomra, hogy emlékeztek rá pár nappal ezelőtt, amikor ott jártunk Újvidéken. Aztán azt hozzá kell tenni, hogy volt azért ott egy szerb párt a népgyűlésen, aki azt mondta, hogy nem kéne ezt csinálni, fiúk, a magyarokkal nekünk semmi bajunk nincsen, ne hallgassunk a Habsburgokra, a magyarok mindig segítettek nekünk, várjuk ki a végét, és majd lesz valami. De ők kisebbségben voltak, és legyőzte őket a többség, és pálcát törtek a magyarok felett. És akkor kezdődtek meg a csúnya-csúnya dolgok, amit nem fogok most részletezni, de aki kíváncsi rá, utána tud nézni, délvidékies Attila
Rácjárások a Délvidéken című könyvében, ami gyakorlatilag a szerbség történelmét dolgozza fel. Ez az Attila, ő történelem szakra járt Újvidéken, ahol a szerbség történelmét mutatta, itt a Délvidéken is bejáratos volt a pravoszláv egyházi levéltárakba, archívumokba. Tehát bejáratos volt ilyen helyekre, és megdöbbenve tapasztalt, hogy mit voltak ott leírva, milyen dokumentumokat talált. Például, hogy hogy kell szakszerűen élve embert rostom megsütni. Hát ilyen dolgok voltak leírva, ez szörnyű, ez horror. Tehát tovább nem is meselek ilyen dolgokról, tehát ez brutális. Úgyhogy ilyen sehez hasonló, meg még durvább dolgok történtek, de mint ahogy mondottam, Attila könyvében ezt föl lehet lelni, be lehet szeretni interneten akár, őtőle személyesen dedikációt is lehet tőle kérni, úgyhogy érdemes utána járni, mert ez egy tanulmány, tehát ez egy szaktanulmány. Úgyhogy ilyen dolgok történtek akkor, és ugye az lett a vége a forradalomnak, hogy elvesztettük, legyűrtek bennünket a Habsburgok meg a rossz emberek, és a szerbek meg is kapták a vajdaságot, és ekkor kiáltották ki a vajdaságot, azt mondták, hogy akkor ez itt a szerb vajdaság, a Szocka Vojvodina, ami egészen a kiegyezésig létezett, tehát 1849-től 1860-as évek elejéig, és ekkor a Habsburgok elvették a, megszüntették a vajdaság státusát, és újra visszaintegrálták Magyarország közigazgatásába, azért, mert nem működött úgy, ahogy a Habsburgok elvárták volna, nem úgy ment a munka, nem tudtak annyit termelni. És ezért visszaintegrálták Magyarország területébe, és megszüntették a szerb vajdaságot. Hát innét van a vajdaság elnevezés, és mivel annyi keserűség és fájdalom kötődik hozzá, én nem is szívesen használom erre területre azt, hogy vajdaság, inkább úgy mondom, hogy Délvidék. Az számomra egy kicsikét szerb. Néha ugyan muszáj kiejteni a számon azt, hogy vajdaság, mert úgy nem mindig érti meg a beszélgető partnerem, hogy mit akarok mondani. Tehát vajdaságban járunk most. A vajdaság területén, ami Délvidéknek egy kicsi rész, illetve egy része, mert Délvidéken három ország osztozkodik, Szerbia, Magyarország és Horvátország. Ugye, bocsánat, Szerbia, Románia és Horvátország. Románia, ők a bánságnak a nagyobbik részét kapták meg, hogy gyakorlatilag a Resica bányaiak, akik itt utaznak velünk, ők is délvidékiek, kérem szépen. Ők ott azt a bányavidéket, a hegyes vidékről származnak, ami szintén nagyon-nagyon gazdag. Igaz, ott a föld mélyén vannak a kincsek, a szén, meg a mindenféle ércek, és ott azon a vidéken, ugye Anina, Steyerlap, Anina, Horovica bánya között, ott épült meg a Monarchia első vasútja, kérem szépen. Honnét már nincs olyan messze, Resica bánya sem. Úgyhogy nagyon szép vidékről jöttek hozzánk a bánsági délvidéki magyar testvéreink. Érdemes lesz egyszer oda ellátogatni nekünk is hozzájuk, mert el sem tudjuk képzelni, hogy Délvidék milyen nagy és milyen gyönyörű. És milyen szép kincseik vannak nekik is. Várunk szeretettel. Úgyhogy egyszer majd megnézzük mi is őket is, reméljük minél előbb. Aztán az is Délvidék volt, ugye a bánság. Utána itt van a Bácska, ahol most jár, illetve van még a Szerémség, ami Szerbiában, tehát Bácska, illetve Bácska egésze, a bánság kisebbik része, míg a Szerémség nagyobb része Szerbiához tartozik, tehát ez a vajdaság, illetve a Szerémség kisebbik része, az pedig Horvátországhoz tartozik. Úgyhogy ennyit kell így nagyjából tudni a földrajzi dolgokról. Aztán a vajdaságban él 2 millió ember, ebből a 2 millióból nagyjából 250 ezer magyar. A többi pedig egyéb. És hogy pontosan hány szerb van, azt nem lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy közel 100 ezer szlovák élik, vannak bunyevácok. A bunyevácokra azt mondják, hogy ők katolikus szerbek. De aztán ők azt is mondják, hogy ők a horvátoknak egy népcsoportja, hasonlóak, mint mi nálunk a székelyek például. Tehát, hogy ugyanúgy horvátul beszélnek a furcsa eljárásban,
egy kicsit másabb a szokásuk, mint a horvátoknak, de ők is ugyanúgy katolikusok, és horvátoknak tartják magukat. Nagy részének meg is van a horvát útlevele, állampolgárságban. Aztán, hát nagyjából ennyit kell itt tudni, népcsoportokról. Vannak itt románok is, lapok is, bolgárok, nagyon kevés lengyel, kevés cseh, cigány populációban, földörekvőben, aztán hát így nagyjából ebből tevődik össze délvidéknek, illetve Vajdaságnak a nemzetiségi összetétele, palettája. Valaha éltek itt németek, most is van itt egy nagyon-nagyon kevés német, akiket a török idő után Mária Terézia idejében 18. század elején telepítettek ide, hogy megműveljék az elhagyatott földeket, újra föllendítsék a zsíros bácskai földek gazdaságát, ekkor telepítettek ide németeket. Az első világháború végén csak a Vajdaságban volt 400 ezer magyar, 400 ezer német, meg 100 ezer szerb. A második világháború végén hát nagyjából 300-350 ezer magyar maradt, 300 környéke, 1000 német sem, illetve rengeteg szervet betelepítettek, szintén egy 300 ezer szervet minimum betelepítettek délvidékre, és így változott meg az etnikai összetétele délvidéknek, illetve Vajdaságnak. Tehát valaha németekkel éltünk itt együtt, akik, mint ahogy mondottam, az első nap, amikor megismerkedtünk, nagy része mind magyarrá vált. Megőrizték ugyan a kultúrájukat, de nagyon megtetszettek nekik a magyarok, magyarul beszéltek, magyarul is. Volt itt német nyelvű iskola, magyar nyelvű, szerb nyelvű, szlovákat, használhatták a monarchiában élő nemzetiségek saját nyelvüket, anyanyelvüket. Jó élet volt itt, illetve a németek nagyon szorgalmasak voltak. Ők... Ugyanis az első világháború után a szerbek egy csomó telepes falut hoztak létre. Tehát elkonfiskált földekből adtak a szerb harcosoknak földet, területet, illetve falukat építettek, és ide betelepítettek egy csomó szerbet, ezzel, hogy megváltoztassák az etnikai arányokat. Nos, jött a fordulat, második világháború, közben magyarok visszafoglalták, illetve visszatért délvidék Magyarországhoz, legalábbis a bácskai rész, és ezeknek a szerbeknek el kellett menni, akiket úgy mesterségesen telepítettek ide, valamilyen formában igazságtalanul. És az ő helyükre telepítették a bukovinai székelyeket. Tehát a bukovinai székelyeket telepítették ide az ő helyükre, és így született itt Póka Rozika néni, aki egy fantasztikus népművelő asszony lett, székely származású. Őnek el kellett innét menekülnie, mert megölték volna különben az egész családjával, és az összes bukovinai székely innét elmenekült a bácskából. Ők most ott konkrétan Érden él. Tehát Érden, illetve Pest környékén, Hidason, ha jól tudom, vagy Hajóson, nem tudom. Tehát több helyen szétszóródtak a mai Magyarországon. Bukovinai székelység, mit tudtok róluk? Valamint biztos, hát ha annyit mondok nektek, hogy Madéfalva, vagy Mádéfalva, tehát onnét kezdődött a bukovinai székelyeknek a története. Ugye Madéfalva, vagy Mádé, most ez is egy jó kérdés, hogy mondják helyesen? Aval vagy ával? Madé vagy Mádé? Madé? A. De régen ával mondták, régen ából, bizony. És tudjátok, hogy hogy lett Alva? Úgy, hogy Mádéfalvának akkor még egy nagyon régen, még ott az őskorszakban, Mádéfalvának volt egy testvértelepülése, a Gyergyói medence. És tudjátok, a gyergyóiak, meg a csíkiak, a csíki medence mindig huncutkodnak, viccelődnek egymással. Ugyanúgy, mint mi, bácskaiak a bánságiakkal. Ugye? Ennek tanulja. Tehát mindig a bácskaiak viccelődnek a bánságiakkal, meg fordítva is. Na ugyanígy volt, mert van is ez a gyergyóiak, meg a csíkiak között. No kérem szépen, Mádéfalvának volt egy testvér települése Gyergyói medencében, és az folyamatosan szégyenben volt a neve miatt, az a
a testvérfalu. Mádé falvának. És egyszer már csak ezek a Mádé falvai vének tanácsa összeült a falu vezetősége, hogy segítsünk már ennek a testvér településén, ne legyen szégyenben neve miatt. És akkor hoztak egy határozatot, hogy egyhangulag megszavazták, hogy segítenek a testvér települése. Elsősorban Mádé falva megváltoztatja saját nevét, és az A betűről leveszik az ékezetet, és odaadják a testvér települést. Oda is adták nekik, és azóta Mádé falvát úgy nevezik, hogy Mádé falva, a testvér település pedig Szárhegy. Azóta ott az ékezet az A betű. Nem jó szárnyék. Nem szárnyék. Meghatták az ékezetet. Azóta gyermek szárnyék. Na kérem szépen, és akkor Mádé falvi székelyek elmentek, elszaladtak Kárpátokon túlra, egész Moldáviáig meg se álltak. Moldávia erdeiben ott bujkáltak. És volt egy Hadik András nevű huszár, aki, hát ez már egy több évvel, évtizeddel később, aki nagy szolgálatot tett a császárnak. Ez egy magyar ember volt. A orosz Habsburg háborúban ott harcolt, és egy csodát vitt véghez, méghozzá huszárjaival, átszökött a frontvonalon, és a Habsburg orosz frontvonaltól 450 km-re lévő orosz fővárost megostromolta. Hát az ugye védtelen volt, mert nem számítottak, hogy ott majd támadás éri őket. 2000 lovasával megostromolta a várost, el is foglalta azt, méghozzá úgy tudott ilyen nagyot menetelni, hogy éjszaka meneteltek, még nappal pedig erdőkben bujkáltak ezzel a 2000 katonával, Hadik András. És úgy kell elképzelni, hogy a porosz császár abban az időben nagyon nagy tekintélyű volt Európában. Az európai uralkodóhátban nagy tekintélyű volt, és ő volt az, akit soha senki nem tudott legyőzni. Minden háborút megnyert, ez a porosz császár. Erre Hadik András elfoglalta neki a fővárosát, és még meg is sarcolta. Ez óriási nagy szégyen volt a számára, illetve a Oroszország. Aztán a sarc 12 pár hímzett női kesztyű volt, amit Mária Terézia számára készítettek, és hozta a berlini nőkkel, illetve csomó aranyat hozott, még egy pár hadifoglyot is Berlinből, Hadik András. És akkor a császár, a Habsburg császár kitüntette Hadik András, kedvence lett, odaadta neki Erdélynek a kormányzója lett Hadik András, grófi rangot kapott, báró lett, mindent kapott Hadik András. És behívott egyszer magához a császár Hadik Andrást, ugye ő volt a legnagyobb huszár, ez volt a történelemben a legnagyobb huszár csí, mint szokták mondani. Behívotta magához Hadik Andrást, a császár, és mondta neki, főkatonám, kérjél bármit, amit akarsz, mindent teljesít. És akkor Hadik András egyet gondolt, s kettő lett belőle, és azt mondta, hogy kérlek, hogy császárom, kegyelmezd meg a Mádéfalvi székelyeknek. Adj nekik kegyelmet. Azt mondta, jó, akkor megkegyelmezek a tekére. És ekkor Hadik András, mert számon tartotta, mert jó magyar ember volt, számon tartotta bujdosó székelyeket, és összeszedette őket, kihirdette, hogy amnestiát kap mindenki, és jöjjenek vissza a Monarchia területére. El fognak kallódni, el fognak románosodni. Ott Moldávia erdejében. Ott nehéz az élet. Jöjjenek vissza, és amnestiát kap. Na, szót is fogadtak neki a székelyek, és visszajöttek, és Bukovinába telepedtek le. Bukovina akkor örökös tartománya volt, illetve a Monarchiának örökös tartománya volt, és ott létrehoztak 5 települést, amelyben tiszteletüket tették a császárnak is, meg Hadik Andrásnak is. A településeknek nagyon beszédes nevük volt. Volt Hadik falva, József falva, András falva, fogadj Isten és Isten segíts. Így nevezték ezeket a településeket, amit a bukovini székelyek hoztak létre. Illetve a Mádé falvi székelyek Bukovinában hoztak létre.
ugye József falva, József császárra utal, még Hadik falva és András falva, az pedig Hadik Andrásnak. Mert hogy ő neki köszönhetően térhettek újra vissza. Na aztán tudni kell, hogy ezek a székelyek nagyon szaporák voltak. Volt többszöri kirajzás is. Az első kirajzás az 1800-as évek végén volt, amikor létrehoztak az Alduna mentén, itt a délvidéken, Bánság déli részén, délnyugati részén, a Duna mentén három darab települést, bukovinai székely települést, Székelykevét, Sándor egyházát, illetve Hertelendi falvát. Ezt a három falut hozták létre, amelyek a mai napig megvannak, Székelykeve kivételével a másik kettő eléggé beolvadtak, meg ott már megszűnt valamilyen formában magyar oktatás. Beszélnek még magyarul, mondjuk Hertelendi falván ott most elkezdődött újra és támogatással beindulni a magyar élet, míg Székelykevén az még mindig egy kis gyöngyszem, egy kis sziget, az Alduna mentén, de Székelykevén csak magyar oktatás van az iskolába, ott a nagy szerb tenger közepén, mondhatni így. Pici kis gyöngyszem, egy kicsi kis magyar faluska. Ezt a három falut hozták létre. Aztán ezek a székelyek olyan szaporák voltak, hogy innét is kirajzottak többször. Úgyhogy nyugatra, Ausztráliába, az óceánon túlra, Európába, Magyarországra, ott helyre mentek. Jelenleg Székelykeve, Székelykevét tudom példának említeni, a tegnapi honismereti vezetőtökön például Székelykevei a Robi, Székelykevei származású, csak próbáljuk itt megfogni Bótfaluba, mert nagyon ügyes ember, és szeretnék, hogy itt maradna, és ezt érezné majd ezt a sajátjának, és tudna bennünket is segíteni az itt létével, bótfalusiakat, és például Székelykevén jelenleg olyan 1200 ember él. Sydney mellett van egy kis kerület, illetve egy kis település, ahol 2500 Székelykeve él, gondoljatok már. Akik tartják a származásokat, hogy honnét származtak el Székelykevéről, és alapítottak ott egy foci csapatot, és ugye tudjátok, Sydney Ausztráliában van. Alapítottak az ottani Székelykevék egy foci csapatot, aminek az a neve King Duna. Tehát King Duna foci csapat Ausztráliában. Ez az én emsem. Na de, vannak kulcsoságok jelenleg Székelykevéről. Hát most nagyon elkényelmesedtek az emberek, és már nem szaporák úgy, mint régenben. Nem szaporodnak úgy, nem gyarapodnak. És most divatos lett elköltözni külföldre. De talán majd jönnek vissza, talán majd újra előre kap Székelykeve, reméljük, hogy meg fog maradni, és nem fog a sűjesztőbe kerülni. Ugyanúgy, mint hogy az én kicsi falucskám, az egész biztos, hogy megmarad, hiszen átjártunk, kiskolát építünk, fát ültetünk, emlékműveket készítünk ez a jövő számára. Itt mi meg fogunk maradni egész biztos, tehát iskolát kell építeni, ha meg akarunk maradni. Nagyon fontos. Igényelték a szépet. És ez nem rossz dolog. Mint ahogy mondottam, alig van valamivel több mint 3000 fő magyar Zomborban, de van egy kis közösségük, kultúregyesületük, stb. Baloldalt itt látható a Krónics palota. Ez a Krónics palota, hát elég gomladozó vakolatú. Itt kínoztak nagyon sok ártatlan magyart halálra 1944-45-ben. Második világháború végén. Zomboron közel 5000 ártatlan magyart végeztek ki, tehát közel 5000. Csúrogon úgy voltunk, ugye 3000, Újvidéken 10000, Zomborban pedig 5000. Itt már jobbra kell menni. Azt mondja, nem lesz parkoló, tehát most megyünk jobbra, a templom mögé, az Ineső felé, jobbra. Nem lesz parkoló, ezen az úton itt körbe bírod járni ezt a placot. Jó. Onnét tudsz majd kijönni és jönni be, értünk, már arra egy irányú lesz. Következőnél balra be. Pár percen belül érkezünk, tehát egy percen belül leszállási manőver következik. Lassan lehet készülődni. Itt balra be. Hát ha lesz parkoló, akkor tudsz állni, ha nem, akkor még majd mondom, hogy hol tudsz majd megállni. Hogy csomagokat vegyük velünk? Csomagokat, hogy vigyük-e magunkra, nem tudom, hogy mit irányt a csomag.
Tehát itt most egy nagyjából egy jó órát fogunk itt állomás.